The force yes. be with you. Thanks. Sorry? Shall we start? Yeah, sure. Hello! Hello, mindenkit üdvözlök az ötödik napon az Alexander Trauner Art and Film Fesztiválon. A következő mesterkurzusunk előadója leginkább arról ismert, arról a sorozatról ismert, amit úgy hívnak, hogy 24, de olyan hatalmas produkciókban is dolgozott, mint Francis Ford Coppola Drakulája, vagy Spielberg Hookja. Számára a látványtervezés akkor jó, ha észrevehetetlen. Most pedig arról fog beszélni, hogy a látványtervezés nem agysebészet. Fogadjátok szeretettel Joseph Hodges-t. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek. És köszönöm, Éva, hogy meghívtatok erre a hétre. Nagyon lenyűgöző élmény volt eddig. Mint a többi zsűritag is mondta, hogy ugye Francisco mondta, hogy igazából nem sok production designer, látványtervezővel dolgozott eddig, meg amit Barnabás is elmondott az előadásába, hogy egy ilyen költségvetésű filmmel 3 hét alatt mit tudtak létrehozni. Olyan fantasztikus beszélgetéseink voltak. Ugye mondtad azt az előadásodban, Barna, hogy nem is érdekel igazából, egy idő után már nem is érdekelt a látványtervezés. Illetve a látványtervező. Ezek az ilyen ösztönös döntések, választások. Nem is tudod, hogy miért választottad, de nagyon szép és jó választások voltak. Tehát nagyon sokat tanultam. És Barnabás fiam mesterjátszma is csodálatos. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Én azzal kezdeném, hogy én nem jártam filmes iskolába. Ebből a szempontból igazából engem tehermentesítve vagyok, engem nem korlátoz az a doboz, amiben a látványtervezők esetleg ebben egy bizonyos látványtervezői vagy filmes iskolás dobozba érezték magukat. Én építészeti karra jártam. Azzal fogom kezdeni, hogy hogyan kezdtem el ezzel az iparággal dolgozni. Már az első nap is, már az elejétől kezdve kicsit máshogy gondolkodtam, mint a körülöttem lévő emberek. A Brightoni Egyetemre jártam. Az első projekt, amit valaha csináltunk, ez itt a Brightoni Egyetemen volt. Itt voltak ilyen dombok, ilyen hegyek, a tetején volt egy parkoló, és az volt a projekt, amit meg kell csinálni, hogy egy hamburgert és italokat árusító ilyen étteremszerűséget építsünk. Mindenki ugye egy doboz tervezett erre a szép dombra. Én meg amikor megnéztem ezt a tájat, akkor azt mondtam, hogy na, én nem fogok ide egy dobozt építeni, úgyhogy leástunk, és fa gerendákat és deszkákat, és illetve ilyen fa rönköket használtunk, hogy hogyan tudunk arra aztán egy ilyen tetőt építeni, hogy beilleszkedjen a dombnak az ívébe. Úgyhogy ez volt az első munkám, ez az első projekt, amin dolgoztam. Azt hiszem, hogy már itt, ekkor tanultam meg azt is, hogy hogy kell nagyítani a saját fotóimat. Én nem mindenki rajzolt, én meg azt akartam, hogy hogy festeni is akartam, meg azt akartam, hogy a legjobb, hogy fotó, a fekete-fehér fotó az, ami még jobban kiemeli ezt. A második projekt az egy szörfklubnak a terve volt. Itt, ide is megint mindenki dobozt tervezett. A britek azok
Általában 95%-ban a diákok a mérnöki részében voltak érdekeltek jobban. Ez volt az én második projektem. Itt is láthatjuk, hogy méretarányosan mekkora egy ember. És látjuk azt is, hogy mivel játszottam, milyen motívumokkal. Amikor kint vagyunk a tengeren, és valaki visszanéz, akkor ezt a klubházat biztos, hogy mindenki meg fogja egyből pillantani, egyből észreveszi, nem csak egy sima téglakocka. A harmadéves koromban egy kerékpáros stadiont, és utána pedig egy filmstúdiót is terveztünk. Most ott, ahol Londonban a Shakespeare színpad van, ugye 3 évig járunk az építészeti karra, és utána pedig van egy év gyakorlati munka, és utána van egy utolsó év az egyetemen. Én a British Van-nél dolgoztam, és ott igazából ilyen műszaki rajzokat tanultam leginkább ez alatt a gyakorlati év alatt. A British Rail-nél mindent igazából feketére, szürkére, fehérre kellett rajzolni elvileg, de én már elkezdtem ott is színekkel játszani. Az első ilyen vasúti projektem az a Vauxhall-i vasútállomás volt. Nem is tudtam, hogy igazából hogy kezdjek neki, egy várótermet kellett megterveznem ezen a peronon. Általában a várótermek egy ilyen zárt helyiségek szoktak lenni, ahol az ember szeretné magát biztonságban érezni, hogyha akár például egy fiatal lány este későn ott kell várakoznia, vagy akár férfinak, fiúnak, bárkinek, tehát hogy mindenképpen egy ilyen átláthatóbb dolgot akartam látni, akartam tervezni. Ez itt a színséma, amit terveztem ehhez az épülethez. A tető szerkezet, a tetőt azt ilyen rozsdaszínűre akartam festeni, illetve igazából az én feketére terveztem, csak ugye egy évig voltam ott, ameddig a gyakorlati évem alatt, ameddig megterveztem, és egy ilyen fekete tetőt akartam, ezt végül ilyen rozsdaszínűre festették. Azt mondták, hogy egy kicsit szűkebbre kellett szabni a tetőt biztonsági okokból, ami szerintem vicces ebben a történetben, hogy itt nem volt itt például art director a helyszínen, aki igazából felügyelte volna a színeket, hanem igazából az én terveimben ott feketére festettem. De valójában ilyen rozsaszínű. Tehát, aki ismeri a Legót, ez volt az inspirációm abszolút, tehát hogy mindenképpen ez az ilyen... Azt akartam, hogy aki áthalad ezen a Vauxhall állomáson, akkor annak rögtön az jusson eszébe, hogy itt egy ilyen kis Legóház. És ez most már jó régen volt, 40 éves, de még mindig nagyon jól tartja magát. Azt gondolom, hogy másod, harmadéves egyetemesként elmentem megnézni a Blade Runner, Szárnyas fejvadász című filmet, és ez volt az a jelenet, ami először arra azt juttatta eszembe, hogy egy nap én is szeretnék filmmel foglalkozni. Tehát számomra ez a jelenet, ahogy itt a tető, ez a plafos, ez a tető, ami annyira valódinak tűnik, pedig gondolom, hogy egy díszletet építettek. Most, hogy már ezzel foglalkozom, itt már persze, hogy tudom, hogy itt van, egyből felismerem, hogy hogy egy nyers fa van, tehát ez biztos, hogy egy épített, és nem elfelejtették lefesteni, de mégis nézőként annyira valósnak tűnt, annyira lenyűgözőnek találtam, ahogy itt átmegy a plafonon a kamera, hogy azt gondoltam, hogy na, egy nap én is ezzel szeretnék foglalkozni. Akkor az építészeti karrierem
azt gondoltam, hogy majd egy híres építész leszek, és majd egyszer valaki felkér, hogy, ki, hogy csináljak nekik díszletet egy filmbe. Akkoriban még ezt gondoltam, úgyhogy befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, 2 hónapig dolgoztam, és egy barátom, akit már 5 éves korom óta ismertem, Yorkertből, ahol születtem, vagy ahol, és aztán ő visszament Amerikába, én meg én pedig dolgoztam, és aztán utána igazából végül beteg lett, és ezért én a szüleim nagy szomorúságára végül ott elhagytam a pályát, építészeti pályát, hogy segítsek neki ebben a nehéz helyzetben. Az egyetemen kitört a tűz, igazából minden leégett. És Amerikában ugye minden szakszervezeti rendszerben működik ott, és ott igazából valahogy az volt a lényeg, hogy hirtelen egy ilyen meglepő fordulatnak köszönhetően belekerültem egy ilyen produkcióba, felkértek egy ismerős révén egy sorozatba, kellett építeni egy ilyen kis nyaraló telepet. Akkor még nem tudtam, hogy mi ez a modellező department, hogy akkor én igazából csak ott a hétvégén rajzolgattam. De miközben dolgoztam ebben ezen a sorozaton, akkor végül én is szakszervezeti tag lettem. 30 napot kell egy produkcióba dolgozni ahhoz, hogy valaki látványtervezőként akkreditálva legyen, és utána elkezdtem dolgozni a Star Trek sorozatba. Na, az első ember, akivel találkoztam, igazából ott egy díszlettervezőt, igazából kiderült, hogy az a produkció, a Star Trek produkcióba igazából kellett volna nekik még egy díszlettervező, vagy valamilyen látványtervező, és akkor ő az, akinek megtetszettek a munkáim ezen az előző sorozaton, és akkor végül ő valahogy fölvett a stábba, és akkor ezért elkezdtem dolgozni a Star Trek-en. És általában a fő feladatom az ilyen rajzok elkészítése volt, nem maga a díszletnek a megtervezése. De sokszor az volt, hogy oda jött a rendező, hogy megkérdezte, hogy olvastam-e a forgatókönyvet, mondtam, hogy igen, mondta, hogy akkor holnapra valamit tervezzek ebből. És akkor igazából előbb-utóbb egyszer csak elkezdtem konkrétan díszleteket tervezni, ez a legjobb munkám volt az életemben. Amikor valaki belép ebbe a szakszervezetbe, akkor először junior tervezőként kell dolgozni, és aztán egy bizonyos számú ledolgozott óra vagy nap után senior tervező is lehet az emberből. És hallottam azt a pletykát, hogy ki fognak rúgni, mert hogy mivel szenyorrá váltam, ezért drágább lesz az órabérem, és akkor ezért ki fognak rúgni a stábból. Teljesen összeomlottam, hogy most akkor vége az életemnek, de akkor a grafikusok azt mondták, hogy találkozom ma az árdirektorral, vacsorázni fogok, gyere velem, és mondtam, hogy nem, inkább nem, és aztán végül meggyőzött, hogy én is elmenjek erre a találkozóra, egy csomó árdirektor volt ott, és végül az egyikük megkérdezte, hogy mi a baj, nem vagy boldog, mondtam, hogy most úgy néz ki, hogy életem legjobb munkáját elveszítem. Erre azt mondta, hogy nem is akarsz te a tévébe dolgozni, nem is a tévébe kéne dolgozni, hanem inkább filmekbe. Úgyhogy leírt egy darab papírra egy telefonszámot, amit aztán fölhívtam, és azon a délutánon fölhívtam őket, akkor utána az interjú után föl is vettek arra a munkára. Egy neves látványtervező mellé. Visszamentem a Star Trek szetre egy
üveg pezsgővel, és megmondtam a látványtervező felettesemnek, hogy hát most akkor igazából most akkor én felmondok. Mondta, hogy de nem kell rögtön elmenni, mondtam, hogy jó, hát három nap múlva felmondok. Akkor ők igazából szomorúak voltak, hogy ilyen hamar elmegyek, de mondtam, hogy nem, akkor most már legalább lett egy új munkám. És mi az? Mondtam, hogy igazából nem tudom, a Peter Panról szól, és a Steven Spielberg rendezi, úgyhogy az első igazi nagy film, amin dolgoztam, az a Hook volt, amit Hook kapitányról szóló film, amit Spielberg rendezett. Itt mindenféle modelleket építettünk, megfestettük, itt van a megfestett modell, és ott van maga a díszlet aztán, ami lett belőle. Én felügyeltem a nagyon sokat a Gilingalangnak a dolgait, a díszleteit. Például ez egy igazi óralap, amit aztán a nagypapám órájának a lapja, és aztán, amit aztán megépítettünk teljes méretű ember méretű méretben is. Tehát annyira pontosan voltak megépítve, tényleg egy Barbie házat is építettünk teljes méretben, hogy abba a Gilingalanghoz arányosan legyen annyival nagyobb, mindegy, ez lényegtelen. Tehát miközben ezt befejeztük, egy másik film is indult ugyanazon a stúdióban, ez a Dracula volt. És akkor úgy szólt az volt a hír, hogy ezt igazából lehet, hogy nem is fogják leforgatni, de hogy az volt a deal, hogy akkor is kifizetik Francis Ford Coppolát, hogyha nem készül el a film, ilyen szerződése volt, tehát mindenképpen meg az úgy volt, hogy jó, akkor leforgatják, akkor is, hogyha végül nem kerül mozikba. Annyira nagy volt Dracula kastélya, hogy még fák is voltak benne. $30 millió volt a költségvetés. Amikor azt gondoltuk, hogy nyilván nem költhetünk ennyit a díszletre, Francis azt mondta, hogy hát igazából akkor mondjuk lesz az egész filmet. Aztán igazából azt mondtuk, hogy nem, igazából van itt egy fiatal látványtervező csapat, a szomszédban most fejezik be a Hookot, és igazából kérjük el a két art direktort, és hogy legyenek ők a látványtervezők, és végül aztán ez igazából ez lett, hogy egyből átköltöztünk az egyik teremből a másik műterembe, és kezdtünk dolgozni a Draculán. Egy fényképet elfelejtettem betenni. A Hookban itt van egy csomó ilyen szikla a hajó mögött, igazából a díszlet fele azok ilyen, ott ilyen sziklákat építettünk fel, és igazából azokat aztán egy-egyben átemeltük a Dracula díszletébe a lovas üldözős jelenethez. Azokat folytattuk, ugyanazokat a sziklákat használtuk fel, nagyon rossz minőségűek sajnos a fényképek, elnézés, de régen készültek, tehát megcsináltuk a Draculát is. Tehát meg volt adva, hogy mi az, amit milyen korlátaink vannak a díszleten. Azt akartuk ugye a kastéllyal, hogy sokat utazott Dracula, ugye akkor épült az Eiffel-torony, és ez tetszett neki, az ők sok modern technológia, és igazából ezt a saját kastélyába is, ezt az egész ilyen vassal dolgozást, ezt amúgy ő is akkor át akarta venni a saját kastélyának az építésébe. Ez volt az elképzelés, és akkor a belső bútorokat én terveztem. Utána az Apollo 13-ba is hívtak, de ezt sajnos vissza kellett utasítanom, mert azt gondoltam, hogy egy olyan dolgot akarok dolgozni, ami létezik. Ugye csináltam egy csomó fantasyt, a Star Trek-et, a Hookot, Draculát, ugye ezek mind ilyen fantázia világa. Úgyhogy ezt igazából ezért visszautasítottam. Két héttel később újra hívtak, hogy léci, dolgozz velünk, mondtam, hogy na jó,
Úgyhogy végül mégiscsak megcsináltam az Apollo 13-at, és az egyik legfantasztikusabb élmény volt az életemben. Ez volt az első olyan alkalom, hogy igazából olyat készítettem el, ami valós életben is létezik. Tehát tényleg olyan emberrel tudtam beszélni, aki volt, aki amúgy Houstonban van, Houstonban is dolgozott, és igazából elfelejtette, hogy a díszletben van, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy merre van a mosdó, és elkezdtem mondani, hogy ott kimész a folyosón, balra, utána meg jobbra, aztán rájött, hogy ja nem, hát igazából most nem Houstonban vagyunk, hanem csak a díszletben. Tehát, hogy nagyon jó érzés volt, hogy sikerült tényleg ilyen valós dolgot létrehozni. Van a másik jelenet, amikor a nullagravitációs élményt éli át először a szereplő. Ez egy rövid jelenet, és volt egy ilyen videó, ahogy ott lebegnek a nullagravitációs térben az emberek, és igazából azt mondtam, hogy ez tetszik ez a videó, szerintem mi is építsünk egy ekkora repülőt, vagy űrhajót, amiben ez lehet. Igazából fölhívtam a NASA-t, volt hozzájuk kapcsolattartónk, megkérdeztem, hogy milyen méretűek ezek az űrhajók, és akkor rájöttem, hogy csak egy picit kell módosítanom a méreteket, hogy beféljen egy ekkora űrhajó, és pénteken mondom a másik látványtervezőnek, a látványtervezőnek, hogy akkor hétfő reggelre meg lesznek a rajzok. Mondom, hogy hát igazából már, én már igazából megrajzoltam. Mondom, jó, akkor hozd be a meetingre, és majd hétfőn akkor megbeszéljük. És akkor ő elkezdi a hétfőn a meetinget, hogy akkor hát akkor megépítjük az űrhajót, és kérdezték, hogy ó, hát akkor kinek az ötlete volt ez. Mondták, hogy Spielbergnek tetszett az a lebegős videó, és aztán közben én már ugye megrajzoltam, úgyhogy akkor végül mindenkinek az ötlete volt. Itt még mindig csak inkább díszlettervező voltam, amikor art director asszisztensi első munkámat megkaptam. Ez a film, aminek az angol címe Virtuosity, a magyar címe a Tökéletes gyilkos. Nilo Rhodes volt a rendező. Ugyanúgy, ahogy George Lucas is, és hasonló, hogy George Lucas-szel is dolgozott, Nilo volt igazából a látványtervező, és aki fölhívott, aztán engem, ő is nagyon a dobozon kívül tudott dolgozni. Fölhívott, azt mondta, hogy sajnos lemondták ezt a filmet. És csak azt akartam mondani, hogy vannak, ebben a világban vannak, akiket visszafognak, és azt gondolom, hogy vannak, ez most a te pillanatod, hogy tündökölj, úgyhogy akkor hétfő reggel találkozunk. Tehát ez tényleg az a Nilo Rhodes, aki a Boba Fettet tervezte, tehát tényleg a Star Wars univerzumban egy legendának számít. Ő tervezte a Buzz Lightyear-t, a Toy Story-ba, ami miatt ilyen alakú Buzz Lightyear-nak a ruhája, az pont azért, hogy egy gyerek meg tudja fogni és tud vele repülni, tehát hogy tényleg ezek az ilyen, tényleg egy zseni volt. Nilo volt, aki azt elmondta, hogy az art director igazából a látványtervező, én csak a szobámban szeretek ülni és rajzolgatni. És azt mondta, hogy bármennyi, igazából annyi kötelet kapsz, amennyivel csak szeretnéd utána végül magad felkötni. Tehát ő igazából csak a végleges terveket hagyta jóvá. Ezek Nilo sketchjei, én azokat vettem alapul, és
Aztán erre alapozva építettük meg a díszletet. Az árdirektor kicsit szomorú volt, hogy ekkora szabad kezet kaptam, vagy nem is tudom miért. Minden esetre egyik nap Nilót oda vitte a díszletbe, és azt mondta, hogy nézd, mit csinálta Joseph, és Niló azt mondja, három dolgot mondott. A jelenetet, amit itt akarunk forgatni, azt föl lehet itt venni? Igen. Joseph túllépett a költségvetésen? Nem. Joseph jól érzi magát? Igen, azt gondolom, hogy igen. Azt mondta, hogy jó, hát akkor nekem már itt nincs is több dolgom, és el is ment onnan. De ilyen kapcsolatunk volt vele. És én is ilyen csapatot akarok mindig magam köré szervezni, hogy jó emberek legyenek, meg legyen a bizalom, tehetségesek legyenek. És igazából csak őket kell aztán menedzselni. Tehát ez a tökéletes gyilkos, aztán utána ugye Nilo a John Hughesnak volt a látványtervezője, és azt mondta, hogy én mondtam John Hughesnak, hogy magammal hozlak, és igazából te leszel a látványtervező, New Yorkba fogunk forgatni, én is ott leszek, de majd azért, hogy ameddig jobban lesztek, jobban nem lesztek George Hughes-al, és utána majd akkor majd el kell mennem. Tehát volt egy repjegyem New Yorkba, akkor már mindenféle ügynök keresett, hogy vegyem föl az ő árdirektoraikat. Mondtam, hogy hát most éppen nem tudok ezzel foglalkozni, mert holnap repülök New Yorkba. Megkérdezték, hogy nekem van-e ügynököm, mondtam, hogy nekem nincs. Akkor mondták, hogy jó, akkor találkozzunk. Három ügynök is próbált így megkörnyékezni. Azon az estén Nilo fölhív, és mondja, hogy hát lemondták a filmet. Mégse lesz film. Nem is tudom, miért alakult így. Mondta, hogy sajnálja. Úgyhogy másnap akkor visszahívtam ezeket az ügynököket, hogy lemondták a filmet, de azért szívesen találkozom. Erre azt mondták, hogy akkor egy kivételével senki nem akart már találkozni. John Fieri volt, aki az az egyetlen, aki mégis azt mondta, hogy akkor találkozzunk. Évente egyszer-kétszer szoktunk vacsorázni, egy nagyon kedves ember. A legutóbbi vacsorán azt mondta nekem, hogy az én problémám az az, hogy úgy látom a világot, amilyennek lennie kéne, és nem olyannak, amilyen. Egy évvel később utána ő öngyilkosságot követett el, sajnos, elég szomorú történet. De ő volt az, aki az első ilyen kis egy gyerekfilmbe is beszervezett, és utána a 24-be. Először a pilot, az első részre is jelentkeztem, azt végül nem kaptam meg. Egy olyan látványtervezőre csinálták meg, aki aztán végül nem is maradt ott, mert ő inkább nagyobb filmekkel foglalkozott, de aztán a showrunner mégis azt akart, engem akart, úgyhogy akkor újra hívtak, és végül enyém lett a látványtervezői szerep. Megnéztük a pilot epizódot, és mondtam, hogy pár dolgot kicsit megváltoztatnék, nem tetszik a néhány ilyen fa felület, meg néhány ilyen tégla felület, hanem ilyen high-tech-ebb díszletet akarnék. Azt mondta, hogy jó. Úgyhogy három napra visszavonultam, akartam egy prezentációt adni, és Stephen Hawking rendező a harmadik napon odajött az irodámba, és azt mondta, azt csiripelik a madarak, hogy Joel kicsit szomorú, hogy már három napja nem látott, inkább menj és beszélj vele. Úgyhogy bementem az irodájába, mondtam, hogy Joel, figyelj, éppen egy prezentáción dolgozom, és ez az én munka folyamatom. Azt mondta, hogy nem, én úgy, hagy állítsalak le, én egy olyan producer vagyok, akinek folyamatosan mindig tudnia kell, hogy mi történik minden egyes szetről, jelmezről, mindenre. Mondtam, hogy jó, akkor délután megmutatom a prezentációba. Mondta, hogy de igazából gyere az irodámba, megmutatom a rajzokat is. Úgyhogy mindent megmutattam neki, nagyon tetszett neki, és az első pár epizódot így forgattuk le, megmutattam mindig, hogy milyen díszletet találtam ki,
Aztán volt egy olyan epizód, ahol, ami egy rendőr őrsön játszódik. Kérdeztem, hogy milyen rendőrséget szeretne. Milyen rendőr őrsöt. Azt mondta, hogy hát tipikus amerikai... Mondom, hogy hát itt éppen egy kicsit egy ilyen kitűnő, mert egy a többiből kitűnő, kicsit másmilyen sorozatot képzeltem el. Akkor jött ki a Matrix. Úgy mondtam, hogy van a Matrixben egy jelent, ahol Keanu Reeves kihallgatják, és kicsit olyasmire szeretném, hogy ilyen, csak ilyen kockás, nagyon, ilyen kocka, négyzethálós, neonos, nagyon szimpla, nagyon egyszerű, és mondta, hogy jó, tervezd meg, és ez lett az a kihallgatószoba. Amikor megmutattam, nem is mondott Joel egy szót se. És végül a végén azt mondta, hogy tudod mit, jó, mostantól te leszel a látványtervezőnk, mostantól kezdve tiéd ez a show, tiéd ez a sorozat, és igazából azt csinálsz, amit akarsz. Mostantól kezdve nem kell velem egyeztetni. A 24, mint a legtöbb sorozatnál, 6-7 napot előkészítünk, és 6-7 napot forgatunk. Tehát igazából kb. 16 nap van a között, hogy megkapjuk a forgatókönyvet és az utolsó forgatási nap végéig. Ilyenkor mi történik általában? Ugye a látványtervező tervez valamit, megmutatja a csapatnak, átalakítja, ha kell, megint megmutatja, hétvégén is dolgozni kell, egyre drágább lesz, egyre több időt kell ezzel tölteni, egyre kisebbre kell szabni a díszletet, és mire elkezdünk forgatni, addigra már csak egy ilyen kis doboz marad. Viszont a 24-en az a rendező általában 2 szkriptet kapott, 16 nap előkészítés és 16 nap forgatási napot. Tehát igazából majdnem 4 hetünk volt az egészre, és mivel nem volt egy ilyen bizottság, aki ezeket felül vizsgálja, meg kontrollálja, hogy mit csináltam, nekem csak ott volt az időm, minden szabadságom, meg a rendelkezésre álló pénz, amit dolgoznom kellett, és volt egy nagy ilyen raktárom, ahol dolgoztam, ott igazából, majd mindjárt megmutatom a konvertált képeket, meg az tehát, hogy nagyon más megközelítés volt ezen a sorozaton, és ezért is volt annyira gazdag látványa ennek a sorozatnak, nagyon ilyen moziszerű, mozifilmszerű. Volt, hogy mutattak egy épületet, hogy akkor itt fogunk forgatni, mondtam, hogy nem, ez nem jó, ez nem illik ebbe a sorozatba, és akkor után ez nem illik ebbe a sorozatba. És akkor és igazából tehát, hogy nagyon, hogy én abszolút az volt a hozzáállásom, hogy itt most hogy itt most annak kell lenni, amit én elképzeltem, és ez addig ragaszkodtam hozzá, ameddig ezt meg nem valósították aztán végül, és aztán nem tudom, hogy ez a jó megközelítés, de végül aztán ez lett, és igazából bevált. Utána jött a Thunderbirds, vagy Viharmadarak, ezzel a tévésorozattal nőttem fel, az a jövőben játszódik. Abszolút emlékszem, hogy így akkor mennyire le voltam nyűgözve azáltal, hogy akkor ilyen lesz a jövő, és amikor ezen dolgoztam, akkor ez nagyon jó volt. Ezen dolgozni nagyon beindított a fantáziámat, ez Mr. Tracy-nek az asztala, és akkor igazából ugyanazt terveztem, ahhoz hasonlót a 24-be is, vagy pedig tehát, hogy nagyon rengeteget szórakoztunk, a Star Trekben rengeteg ilyen kis pici dolgok vannak ott a háttérben, az egyik az egy Porsche, a másik az egy kis kacsa, a harmadik az egy kis patkány, és lehet, hogy fel se tűnt, de hogy mégis ez nagyon szórakoztató volt akkor. Tehát mindig abban gondolkodtam, hogy a kamera mit
mit fog látni, és mi az, amivel én hozzá tudok ahhoz járulni, hogy a történetet elmeséljük. Amikor elkezd... meg igazából volt egy jelenet, ahol éppen egy embert kínoznak egy ágyon, és nekem ez volt a tervem erre az ágyra, nem is csak azért, hogy milyen kényelmetlen, hanem mert ilyen szögből is fel tudjuk venni ezt, és ezt egy sima ágyon nem tudtuk volna felvenni ezeket a képeket. Tehát, hogy tényleg abszolút a képeken keresztüli történetmesélés az elsődlegessé vált a munkámban. Ez is a 24-ben van. Itt is a karakterépítést próbáltuk erősíteni. Én még sose láttam ilyen csövekkel elkészített ilyen irodát, de igazából egy ilyen design adalék lett, és abszolút működött. 3 évig dolgoztam már a 24-en, amikor végül le kellett bontani azt a raktárat, ahol az irodám volt, ahol dolgoztam, úgyhogy kiebb kellett költöznünk. És azt gondoltam, hogy most újra kell építenünk, és ugyanannyi pénzt kapunk még mindig, és lehet, hogy most már kicsit unalmas ez a narancssárga, szürke, és akkor nem építünk valami más. Ugye már akkor mindenki más is narancssárga, szürke színekben épített, mert annyira népszerűvé vált a 24 sorozat, hogy mindenki azt utánozta. Közben ott volt az elnök emberei és a vészhelyzet, ami ugyan úgy nem, hát végül is unalmas díszletek, mert akkor ott a fehér házat kell, meg egy kórházat, tehát én azt gondoltam, hogy csináljunk valami egészen más, mert itt most van lehetőségünk arra, hogy kitaláljunk valami újat, és mondtam, hogy akkor hagyj építsünk egy teljesen új irodát. Volt egy ilyen teljesen őrült raktárépület ott, ahol forgattunk. Ilyen épület szerkezete volt. Amikor építették, valószínűleg nem voltak akkor még fák, és ezért az üveg nagyon szépen visszatükrözhette a tájat. Tehát ez nagyon tetszett az ötlet, azt gondoltam, hogy jó, akkor legyen ez a parkoló, amit innen ebből a parkolóból látunk, ezt mindenképpen inspirációként felhasználtam. És ugye ez egy raktárterület volt, tehát igazából üres volt, úgyhogy megterveztem ennek a CTU-nak a belső terét. Itt megint igazából csak játszottam ezekkel az elemekkel, ugye azt gondoltam, hogy ez akár egy James Bond most filmben, most akkor egy bármit elképzelhetünk. Ez ugye már 20-valahány évvel ezelőtt volt. Tehát a számítógépes programok még nem voltak olyan fejletek, mint ma, tehát ez volt igazából a legjobb, amit a számítógépes renderképekből ki tudtam hozni. Itt van vannak a számítógépes rajzok, és az mondja, hogy ez az, amit a komputerre rajzoltam, és ez meg maga a díszlet, tehát hogy igazából amúgy látszik, hogy azért elég jól meg tudtuk valósítani a terveket. Tehát sokszor az ilyen megbeszélések, azok a padló színéről vitatkoztunk. Mondtam, hogy bízatok bennem, mert szerintem ez jó lesz. Persze Photoshop filtereket is tettem rá, hogy akkor úgy nézek, mintha egy tintarajz lenne, de majd lesz később olyan kép, hogy ne kell arról vitatkozni, hogy akkor most milyen színű gerendából legyen a parketta. A tévéműsorok, tévésorozatokat mindig ilyen dobozokba tervezték meg, folyosókra, ugye az elnök embereibe is az van, hogy akkor mennek a folyosón, itt beszélgetnek, vagy mennek egy irodába, ott beszélgetnek, és akkor igazából végül körbeérnek, és ugyanabba a folyosóra kötnek ki, ahol elkezdték a beszélgetést, és hát megőrültem. Teljesen mást akartam itt, hogy lehessen széles képeket is igazából, de lehessen ilyen kis intim helyzeteket is, beszélgetéseket létrehozni, legyenek ilyen zegzugok is. Úgyhogy azt akartam, hogy ezekre mind a díszletbe már magától legyenek ilyen olyan terek, ahol ezeket meg lehet valósítani. Ezt 6 hét alatt építettük meg. Van egy
timelapse valahol online, ami az építési folyamatról, tényleg egyszerűen fantasztikus csapatokkal dolgozunk. Tehát elképesztő, hogy milyen fantasztikus embereket lehet találni. Emlékszem, amikor itt egy holdfényt akartam az egyik ilyen számítógépes renderbe valahogyan bejelölni, és akkor hirtelen ilyen kékes izé lett a kékes szint tettem a betonba, ez most nem látszik a fotón. Ez volt akkor a 24, az egyik, amit nem szeretek, hogy mindig vannak a... Hogy itt vannak ezek az ilyen leredőnyözött ablakok, amik aztán közben mindig elmozdulnak, és akkor ezért... és ezért akkor mindig olyat akartam, amiben nem redőnyök vannak, hanem eleve az üvegben benne vannak azok az ezek, amik akkor nem tudnak mozogni egyik snitből a másikba. Ez itt, ugye Camp David, ami mármint szinte az ugye az elnöknek az egyik helyszíne, de hogy itt is valamit kicsit azt akartam, hogy érdekesebb legyen, mint az eredeti rész, az eredeti helyszín, ami ahol ugye fa felületek és növények vannak, azt gondoltam, hogy legyen kicsit más, és akkor itt van a, ugye itt elvileg nem akarták, hogy víz legyen a díszletben, és akkor aztán mégis azt akartam, hogy legyen valamilyen tükröződő felület, amiből a fény vissza tud a díszletbe kerülni, és akkor ez sikerült, azt hiszem valahogy megvalósítani. Igazából ez egy ilyen max egy lábmély ilyen kis medencécske volt. Vagy az asztal. Ha ismeritek a Spitfire nevű második világháborús hadi repülőgép modellt, akkor az igazából az abból inspirálódott az alakja. Megint nincs konkrét hatás, amit itt beemeltem, ezek igazából csak ilyen kis inspirációk, és mivel nem volt ilyen bizottság, aki ezt az egészet így lekontrollálta, vagy felügyelte volna, hanem szabad kezem volt, ezért szabad elengedhetem a fantáziámat. Az ajtók, mondjuk mi van itt az ajtókon, kérdezték tőlem, mondom, hogy hát azért, mert szerintem unalmas, tehát azt akartam az operatőr is, meg én is, hogy átszűrődjön a fény az ajtón, de nem akartam egy üvegajtót, hanem egy kicsit valami újat akartam, és akkor végül ez lett belőle. Nem volt konkrét oka. Persze, amikor aztán befotózták ezeket a magazinokba, akkor ilyen szép volt. Azt hiszem, hogy ebben az évben neveztek is Emmy-re, vagy valamilyen díjra. Az összes producer azt hittem, hogy nyerni fogok, mondtam, hogy hát szerintem végül aki nyert, az egy sokkal nagyobb art department nyert, akik New Yorkba forgattak, az én art departmentem az belülem állt, egy díszlettervezőből, egy grafikusból, egy art department koordinátorból, és ennyi. Tehát nem volt art direktorom, vagy már, tehát igazából én voltam az egésznek a feje, meg egy díszlettervező. Amikor az első pár epizódot megcsináltuk, akkor talán még volt még két másik díszlettervező, aki segített, de a legtöbb art departmentnek van egy látványtervezője, egy-két art direktora, asszisztenseik az art direktoroknak. Úgyhogy valószínűleg a Los Angelesben, amikor azt látták, hogy valakinek egy New Yorki art department-e van, legalább akkor biztos, hogy 10 szavazattal többet kaptak, úgyhogy én abszolút azt gondoltam, hogy szerintem nem én fogok nyerni, hanem ez a másik jelölt, és azt hiszem, hogy igazam is lett. Ez a belső. Valamikor
csak azért terveztem meg egy díszletet, mert hogy beilleszkedjen a szín palettába, a szín sémába, a baloldali kép, nem is tudom már ebben melyik film volt, valami NATO-s film, ENSZ-es, lehet, hogy az ENSZ volt benne, és az alsó kép pedig egy másik ilyen bábjátékból van. Itt is egy bunkert kellett terveznem, amit a 24-ben többször is terveztem. Tehát itt most már az ilyen, ez is megint egy számítógépes render, de azért ezeket általában átfilter, szoktam most már filterezni azért, hogy filtereket teszek rá azért, hogy ne a... hogy még jobban megmutassa, hogy miért képzelek el. Mérjen a plafon. Nekem igazából elegem van, hogy az operatőr mindenfélét ott felejt a plafonon, a világításhoz, ezért igazából ez azért is, ez, neki is akarok ezzel segíteni, hogy akkor ezek mögé, a struktúrák mögé az operatőr is el tudja rejteni a kábeleket, kameratépeket, lámpákat, akármiket. Plusz játékos, nagyon megint csak szokatlan. Majorka van a térkép közepén. Itt is egyszer csak azt gondoltam, hogy ezt lehet, hogy csak én tudom, de nekem ez mégis egy ilyen kedves kis kikacsintás, hogy Majorka van a térkép közepén, ahol lakom. És itt is valaki azt mondta, hogy nem látszik a párkány, mondtam, hogy de hát ez nem is kell, vagy nincs párkány, mondtam, hogy nem kell, mert nem úgyse látszik. Tehát igazából, hogyha nem... Van egy a Virtual City-ban, a Tökéletes gyilkos filmben van egy rész, ahol Denzel Washington három különböző terembe megy át egy jelenetbe, ahogy átvizsgálják, úgyhogy ezért egy olyan teret terveztem, hogy ahol igazából ilyen csak ajtók választják el a tereket, ahol az ilyen igazából itt az látszik, hogy hogy az ajtók zsanérjaival lehetett játszani az, hogy hogyan működjenek igazából ezek a nyilászárók, és akkor itt is ugyanezt a koncepciót, hogyha elég nagy zsanérokat terveztünk, akkor igazából meg lehetett csinálni ezt a három teret. Itt megint csak, ez megint egy bunker, ez a évad elején volt. Kérdeztem Joeltől, hogy végül mi fog történni ebbe a bunkerbe? Azt mondta, hogy hát itt leszünk bezárva, úgyhogy ezért is ilyenre terveztem. Ez Captain Skyler irodája, ugye, ahol amit inspirációnak használtam, és akkor aztán ez a 24-ben. Kicsit mások ezek a panelek, mint a fehér ilyen panelek, de az operatőr feketét akart, végül azok feketék lettek, de... Majd ezután, itt már a negyedik évadnál vagyunk, itt már megint azon, hogy akkor olvasom a forgatókönyvet, és akkor néha kicsit meggondolatlanul kijönnek dolgok a számon, de volt egy olyan, az évad elejéről egy olyan epizód forgatókönyv, ahol a nyitó jelenetben egy atombomba felrobbanás, vagy robbantása, és erről lenne szó, és akkor Jack Bauer valahogy egy helikopterrel próbál megakadályozni a szerencsétlenséget, és akkor igazából azt kérdeztem, hogy fog kiesni a pilóta a helikopterből, hogyan tud kiesni, vagy kimászni, anélkül, hogy a propeller félbevágná. Erre azt mondták, hogy hát... ezt majd valamit kitalálunk a helyszínen. Tehát a Los Angeles-i reptér
reptér közelébe forgattunk, és ugye ez alatt történt a szeptember 11-i terrortámadás is. Ez csak mint kontextus mondom, és akkoriban egy csomó reptér közeli épületet bontottak le azért, hogy a biztonsági ellenőrzésnek több helye legyen, tehát akkor éppen volt egy olyan helyszín ott a reptér közelében, ahol ezt meg tudtuk csinálni, azt a külső helyszínt, amiben fennakad a helikopter egy épület sarkán, és akkor onnan akkor ki tudja húzni a pilótát, és megmenteni a Jack Bauer, tehát igazából végül is egy sokkal valósághűbb és látványosabb dolgot tudtunk, drágább is volt. Ott végül azt mondták, hogy nem lehet a tetőre tenni, azt mondták, hogy nem szabad a tetőre tenni a helikoptert, hogy ez nincs erre engedélyünk. Aztán végül mégiscsak sikerült megbeszélnem akkor a Johnnal, a producer barátommal, aki minden második részt gyártott, vagy ő producerelt, és elmondtam neki ezt a dilemmát, hogy nem engedik, hogy a helikoptert a tetőre tegyem, úgyhogy oda jön a location scouterhez. Aztán mögöttem állt a stáb, és éppen Johnnak magyarázzuk, hogy akkor most akkor mi legyen, hogy ide kell tennünk a helikoptert, és én meg fölmutatok a tetőre, és akkor John mondja, hogy igen, ez érdekes, de nem lenne jobb a helikopter ott a tetőn? És akkor neki kicsit nagyobb hatalma van, olyan, mint a Spielberg filmeknél is igazából, akkor mégiscsak megtalálták a költségvetésben azt a pénzt, amiben meg lehetett oldani, hogy a helikoptert ne az utcára tegyük, ami amúgy nekem is könnyebb lett volna, hanem hogy mégiscsak megépítsünk egy olyan díszletet ezen a külső helyszínen, ami akkor a tetőn van, a tetőn felakadt helikopter álmom megvalósulhatott. A 24-en igazából sose akartam, mindig tisztelettel akartam a nézők felé is lenni, tehát nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Tehát ha valami engem zavart a forgatókönyvben, akkor azt gondoltam, hogy ez tiszteletlenség a nézőkkel szemben. Úgyhogy ezért is mindig azért harcoltam, hogy a lehető legjobb legyen a látványa is ennek. Volt egy... van egy ilyen jelenet, amikor valamilyen vírusfertőzés van, és akkor oda be kell zárni karanténba az embereket, és akkor aztán igazából egyszer csak az van, hogy ne egy ilyen műanyag steril szoba legyen, hanem legyen itt egy ilyen akváriumszerű valamilyen kis cella, és akkor, mert hogy akkor az mennyivel érdekesebb, mint egy ilyen plexiüveges szoba. A másik jelenet, ez egy börtön helyszín volt, ahol van egy ilyen kórházi részleg, ezzel a piros vonallal a falon. De hogy ezt most arra mondom, hogy ez egyszerre volt egy kórház részleg, meg utána egyszer volt egy meg egy bört, meg egy ilyen kihallgató szoba, és ugyanazon a helyszínen igazából ez próbálok az egy költség és költséghatékonyan is eljárni, meg észszerűség határain belül abszolút a legtöbbféleképpen felhasználni, amit csak lehet. Valaki egyszer kérdezett ezekről a csíkokról. Emlékszem, hogy hogy volt egy jelenet, ami igazából több helyszínen volt, és annyira különbözőek voltak, és gondoltam, hogy igazából mi van akkor, hogyha a 7 különböző helyszínen található locationben mindegyiken végigfestek egy piros csíkot, és akkor a néző tudni fogja, hogy itt ugyanarról a helyről van igazából szó a történetben. Tehát ez megint csak azért, hogy tudja a néző, hogy most ugyanott vagyunk. Ez is olyan, ami, de hogy ugye mindig itt
sokat forgatunk ezen a helyszínen, aztán idő után kicsit így átalakítottuk ezt a helyszínt is, hogy kicsit máshogy nézzen ki, és másra is lehessen használni. Ez egy kis ilyen design stúdió volt, és óriási ilyen grafikákat akartam kirakni. Miért kellene kis festményeket készíteni, hogyha lehet ilyen óriási pósztereket grafikusokkal megterveztetni. Van egy olyan része a történetnek, amikor ez a három ember éppen majd mindjárt meghal egy ilyen atomreaktorban. Betettem egy kis ablakot oda hátra, ma már ez lehet, hogy ezt igazából green screen-nel csinálnánk meg. De mivel tudtam, hogy ez csak egyszer, egy szögből látjuk ezt a szobát, és igazából egy monitoron fog látszani, tehát igazából a minőséggel tudunk csalni a minőség miatt. Úgyhogy igazából egy fotót készítettem, kicsit ilyen meg bingiztem a képet úgy, hogy akkor ez ilyen életszerűbb legyen, hogy kicsit ne ilyen két síkú, hanem háromdimenziósabb legyen, meg homályosabb, és akkor ezt tettük be abba az ablakba egy green screen helyett, és így azért ez mégis egy ilyen jobb mélységet ad ennek a képnek. Ez az Air Force One-t kellett megtervezni, az elnöki repülőgépet. Ezt több epizódban is használtunk, és egyszer csak lezuhan a repülőgép az sorozatban, és persze ugye nem tudok egy sorozatban, nem nagyon volt lehetőségem vagy ezt valahogy meg kellett oldani, hogy hogyan csináljuk meg ugyanebből a gépből egy lezuhant repülőgépet, és akkor igazából a kicsit a külsőt azt megépítettük, ez még mindig a stúdióban van, kicsit felemelték azt a repülőt, de azt valahogy érzékeltetni tudjuk a színésszel, hogy akkor így majd így bemászik, és akkor az olyan, mintha azt fogja érzékeltetni, hogy lezuhant az Air Force One repülőgép. Ami érdekesebben, egyszer egy állásinterjún voltam, és eljutottunk az interjúba oda. Általában az interjúk amúgy is számomra nem arról szólnak, hogy megkapjam a munkát, hanem hogy igazából én is megtudjam, hogy van-e kedvem 6 hónapot eltölteni ezzel az emberrel, vagy nincs. Ebben az interjúban eljutottam odáig, hogy eldöntöttem, hogy tetszett a forgatókönyv, de hogy nem volt kémiám az illetővel, és ezért nem akarom megcsinálni. De eljutottunk odáig, hogy a rendező azt mondta, hogy 360 fokba kell forgatnom. Most mondom, hogy hát, hogy... Tehát például az Air Force One-os képedetben én nem tudtam volna forgatni. És akkor ránézek a producerre, hogy jó, hát hogyha az Air Force One-t kell helyszínek használni, és csak ennyi pénz áll rendelkezésre, akkor nem nagyon tudunk más csinálni. Erre a producer azt mondta, hogy köszönjük szépen, hogy eljött az interjúra, hosszú nap volt, és aztán akkor ott is hagytam őket. Ami még érdekes volt ebben az interjúban, Londonba repültem, hogy találkozzam velük, elolvastam előző nap a forgatókönyvet. Sokat szoktam festeni amúgy, majd ilyen látjátok is, de itt igazából nem festettem, mert nem volt rá időm, de fotókat összegyűjtöttem, Olaszországban játszódott volna, Marokkóban és Svájcban. És az interjú során mondtam, hogy ezt igazából mind le lehet Majorkán is forgatni, ott vannak ilyen arabos hadbehatású épületek, vannak ilyen mediterrán vonal, a hegyi, mondtam, hogy ezt le lehet Marokkóba forgatni, azt mondták, hogy nem, ők ezeket nem érdekelne. 2 hónappal később, miután ott hagytam ezt az interjút, utána hív egy barátom, otthon vagy a faluban? Mondom, igen. Csak mert akkor, mert pont én vagyok én is, és most fejeztem a forgatást, akkor ígyunk egy sört, kérdeztem, hogy mit forgatsz? És akkor mondták, hogy hát igazából azt, amire én azt mondtam, hogy Majorkán lehetne forgatni, és ők nem akarták, végül ezt ez a barátom kapta meg. És kérdeztem, hogy és milyen velük dolgozni, milyen a rendezővel dolgozni, azt mondta, hogy hát rémálom. Reggel, egész délelőtt próbálunk, mert semmi elképzelésük nincs arra, hogy mit forgassanak. A főszereplő
elég lapos performance-ot nyújt, mert tökre ki van merülve, mert egész reggel, egész délelőtt próbálnia kell. Úgyhogy nagyon örültem, hogy tényleg erre nemet mondtam, jó, jó ösztönös döntés volt. Ez megint egy helyszín, amit építettem, megépítettem, lefotóztam, utána láttam, hogy van egy ilyen, utána amikor oda mentem, tehát aztán kiderült, amikor hogy az operatőr végül akkor rossz helyre tette a kamerát, és akkor mondtam neki, hogy igazából, hogy volt egy ilyen piros X a földön, ahol tényleg azért a kamera helyének, mert hogy úgy működik a fény, és akkor aztán ezt kijavítottuk együtt. Tehát ez is az első évadban van, itt is megváltoztattunk, az első évadban egy elnöki lakosztály volt, és aztán a második évadban ugyanazt a díszletet átalakítottuk ezzé. Megint csak ugyanaz, ez az ilyen elnök, ilyen üdülő lakosztály az első évadból, ami a következő évadban egy másik helyszín lesz. Ez egy terroristának a háza volt, a családi otthona. Aztán végül már nem is emlékszem, az anyukáról derült ki, terrorista, vagy az egész családról. Kb. 6-7 epizódot itt forgattunk, utána egyből egy bunker lett. Megint óriási ilyen grafikákkal jelöljük, hogy hanyadik emeleten vagyunk? Az ötödiken. Ez is az ugyanaz a díszlet, ami aztán végül egy lakássá alakítottuk át. Ez egy lakás valahogy megint egy nappal, amiből aztán utána bunker lesz. Ilyen óvóhely. És akkor végre elérkeztünk a ma délelőtti filmhez. Ez az a artwork, amit az interjú előtt készítettem. Ugye felhívtak, hogy Tomival fogok akkor most interjúzni ehhez a filmhez. Pár napom volt erre. És Zoomon folyt a beszélgetés, úgyhogy igazából végül nem küldtem el, mert nem lehet, hogy ez teljesen off, teljesen más, mint amit ő elképzel, de a beszélgetés közben rákérdeztem pár dologra, hogy ugyanazt gondoljuk-e dolgokról, ugyanaz az elképzelésünk, és aztán végül mondtam, hogy jó, akkor elküldöm e-mailben ezeket a rajzokat. És ez azért jó, mert akkor látom az arcát, amikor meglátja először a képeket, és hogy megnyitja az e-mailt, és akkor erre is azt mondta, hogy ja, jó, igen, azt hiszem ugyanaz az elképzelésünk. Rafaella, a producer, rögtön visszahívott, és mondta, hogy Joseph, mit mondtál Tominak? Teljesen oda van. Azonnal fölhívott, hogy ő az én emberem, ő a mi emberünk. Mondtam, hogy hát igazából semmit, csak... Mert hogy igazából először nem is akart interjúzni veled. Valószínűleg csak a tévés munkáimat láttam, nem volt nagyon sok kredit az IMDb-n filmekben a nevem mögött, a nevem alatt, úgyhogy végül meggyőztem róla, hogy interjúzom veled, és hát teljesen lenyűgözted. Úgyhogy ezt még... Ez még mind az, amit az egész... Mielőtt megkaptam volna a munkát, az előtt csináltam, akkor utána elkezdtem dolgozni a stábba, akkor ilyen kis komputeres modelleket készítettem. Megkaptam talán nem is az egész könyvet, de a fél forgatókönyvet, mindegy, az a lényeg, hogy ha láttátok a filmet, ugye tudjuk, hogy ez az a gép, amiben elvileg lefagyasztják a gyerekeket, és aztán utána végig kiderül, hogy igazából nem, mert nincsenek millió számban ilyen lefagyasztott gyerekek, hanem csak kettő ilyen koporsó vagy ilyen doboz van. Úgyhogy először egy ilyet terveztem erre, sokkal high-tech-ebb, dizájnosabb, és Romániába akartuk legyártatni ezt. De aztán végül nem sikerült, kicsit más, végül más lett amúgy a dizájnja. Kicsit lefestettem más színre, mert túl fehér volt, túl steril volt. Az egyik helyszín, ez egy ilyen hosszú folyosó volt, ami tök fehér volt. Ezért fehér volt a díszletünknek a színe, de mondtam, hogy vannak azért ilyen grafikák, amiket én elképzeltem, lehetne lefesteni. Egy részét végül Tomi egy falat engedett lefesteni.
De igazából végül nem tetszett neki, úgyhogy akkor maradt ez az ilyen steril szín. Ez az ilyen sárgás ott a falon, hátul, ott megint ott a tervekben még ott volt. És aztán még egy ilyen sokkal egyszerűbb design alakú ilyen kis doboz lett. Itt most ez egy YouTube videó. Ez egy 5 percnyi videó arról, hogy milyenek a VFX effektek, amiket aztán végül csináltunk a filmben. Nagyon hangos? Lehalkítom. Ez mind teljesen valós, tehát ez a megépített rész. Tehát még pár dolog ezzel kapcsolatban. Amikor elkezdtük a helyszínkeresést, akkor rengeteg ilyen tetőt néztünk végig, hogy hol lesz az a hely, ahol át tud ugrani. A legelejétől kezdve én azt kérdeztem a producerektől, hogy nem lenne jobb inkább ezt a parkolóba megépíteni? Amúgy is fel kell vinni az összes felszerelést egy tetőre, ez veszélyes, amúgy is kell green screen, mert hogy tehát sokkal olcsóbb és biztonságosabb lenne.
de nem, ők azt mondták, hogy nem, nem, meg fogjuk találni ezt a tetőt, ahol ez lehet, és hónapokat töltöttünk ezzel, és már forgattunk, már ment a forgatásunk, még nem volt meg ez a helyszín, és végül aztán megtaláltunk egy ilyen tetőt, de kb. Oké volt, de ilyen lépcsőn kellett fölmenni, és azt mondtuk, ez rengeteg időt, és ezzel pénzt is vesztegetünk, tehát hogy nem tudunk-e olyan, használjuk ezt a termet, és nem jobb-e inkább ezzel tölteni az időt, tehát nekem is igazából ez a feladatom, hogy erre felhívjam a figyelmet, tehát én azt gondoltam, hogy ez egy teljes időpocsékolás és pénzpazarlás, és akkor aztán csináltak egy strukturális vizsgálatot, és akkor aztán végül annak mégiscsak az lett az eredmény, hogy ez nem biztonságos, a stáb számára sem, és akkor megépítettük ezt a tető szerkezetet a műterembe. És én pontosan tudtam, hogy akkor hogy fogom el, mire fogjuk feltenni a green screen, nem kellett külön vázat építeni nekik, külön állványt, hanem egy másik, már meglévő szerkezetre akasztottuk fel. És aztán csináltam egy ilyen rajzot, hogy ez kb. Legyen ilyen referenciaként, hogy kb. Mit láttunk a háttérben. Aztán a mosdó jelenet a végén, a teljesen őrült jelenet. Hát azt akartam, hogy igazából mind a hét nővér ott legyen, a tükröződésekben legalább, tehát hogy igazából, hogy mindenki kicsit megjelenjen, ott van az összes lány, meg hétfő is. Elég nehéz volt ezt kitalálni, hogy akkor, hogy tényleg mindenki, tényleg 6 tükröződés látszódjon egyszerre. De ezért építettük ilyenre ezt a díszletet. Nagyon futurisztikus elképzelései voltak a kollégáimnak is. Az egy földszinti helyszín volt, egy ilyen üres irodaházna, amit berendeztünk. Vagy mint a checkpointok. Azt is csak mindig az előző este tudtam berendezni. Pedig nagyon konkrét elképzeléseim voltak, hogy építsük meg, hogy az előző este tudjuk berendezni a díszletbe, hogy minél könnyebb legyen összeállítani a díszletet. Az egész checkpoint. Az igazából az egyik, ez egy, tehát hogy több ilyen checkpoint is volt, és ha láttátok a filmet, az egyik ilyen, amit utálok az ilyen filmekben, amikor kitesznek posztereket, és így nem, és igazából nem tűnik valósnak az ilyen utcai poszterek, és úgyhogy ez általában ilyen Photoshoppal előre elkészítem az ilyen alapot, hogy úgy nézzen ki, mintha azon a falon már tényleg évtizedek óta már több poszter lett volna fölragasztva és letépve, és fölragasztva, letépve, és tehát hogy azért, hogy igazinak tűnjön. Ez megint egy, amit terveztem, és ami a valós díszlet lett. Még az autókat is én terveztem. Volt, amin ilyen kamuflázs, ilyen terepszínű lepleket tettek rá, amikor azért, mert olyan rondák voltak ezek az autók, akárhogy próbáltam, tehát igazából. És de Tominak már majdnem éppen bemutattam, hogy akkor mit terveztem, hogy akkor ma megnézzük az autókat, és akkor mondtam, hogy igazából annyira rondák, hogy egyszerűen nem tudom, mit csináljunk velük, valamire ki. És igazából ezért lett ez az egész ilyen kamuflázs ötlet. És még a kamuflázs ötlet is olyan, azt is pontosan kitaláltam, hogy hogyan lehetne eltüntetni ezeket, de aztán végül ők járművesek végül nem engedelmeskedtek. De azért, tehát körülbelül 1 millió dollárom volt a költségvetésben, és utolsó nap Rafael fölhív az irodájába, azt mondja, hogy örülünk be, hogy
hogy kiderült, hogy milyen jó, hogy még spóroltam is, még 100 000 dollárral kevesebbet költöttem, mint ami lett volna, és akkor aztán végül nekik viszont kellett volna más department, úgyhogy akkor még aztán még adtam is az én költségvetésemből. Art direktorként egyszer csináltam egy filmet, ami egy jazz clubban játszódik, ahol egy ilyen füstös pince színpadot képzeltem el, de a látványtervező egy egészen más színpadot tervezett, vagy képzelte el. És amikor éppen nem volt Los Angelesben, mert valami más dolga volt, egy nap a rendező és a producer odahívott a díszletbe, mondták, hogy valamit kell csinálni. És nem is tudom, hogy jutottunk ide. Tehát... És akkor igazából ők mondták, hogy hát ez nem tetszik ez a... Tehát akkor rám bízták azt a feladatot, a látvány... Hogy igazából azt mondták, hogy nem tetszik nekik az a jazz színpad, amit a látványtervező tervezett, és sőt, ki fogják rúgni, és akkor mondtam, jó, hát én igazából ide akargatnék vörös függönyöket, meg kicsit más ilyen fa színpadot. Mondták, hogy tök jó, akkor ezt fogjuk csinálni, viszont az a baj, hogy viszont ez kicsit drágább lesz, 100 000 dollárral túlléptük a költségvetést, és emiatt nem fogunk tudni kibérelni azt a zenét, amit ahhoz a jazzfilmhez kellett volna, úgyhogy itt nagyon megtanultam azt a leckét, hogy igazából fontos, hogy akkor hogyan maradjunk költségvetésen belül. Ez volt a kis kitérőm. Visszatérve ehhez a filmhez, ez egy rakéta, amit terveztem. Nem is tudom, hogy néz ki belőle. Nem tudom, hogy néz ki belőle egy rakéta. Egyszer valaki megkérdezte, hogy ezt honnan tudom. Mondtam, hogy fogalmam sincs. Ezt kikutattad? Mondtam, hogy gondolom, ilyen drótok, meg ilyen különböző ilyen rugók, meg nem tudom, mik vannak. A Tintinnek a rakétáján is volt ilyen fekete-fehér kockás csík, akkor erre is tegyünk. Ez megint a 24-en történt. Volt egy fehérházas jelenet, akkor forgott ugye a Elnök emberei sorozat, úgyhogy megnéztük az ő díszletüket. Ami lehet, hogy nagyon sokba került volna, hogy az egészet kibéreljük. Kb. 60 000 dollárba került volna egy napra. Mondtam, hogy adjatok 30 000-et, és felépítem jövő hétre ugyanezt. Beszéltem a rendezővel, kérdeztem, hogy mire van szükségünk, mit kell látnunk igazából oszlopokra, ahol végig kísérjük, ahogy az elnök végig sétál, egy hosszú folyosó, ahol beszédet tart, csak ennyi kell, nem kell az egész West Wing, az egész nyugati szárny. Mondom, hogy 25 000-re tudok adni. Mondom, nem, 30-ra van szükségem, ahhoz, hogy jövő kedre kész legyen. Emlékszem, ahogy itt azt az arany, az aranyozást a szőnyegen, itt ilyen stencilekkel fölfújtuk. Volt egy epizód, megint egy repülő szerencsétlenség, utána volt egy ilyen olajkút. Túl veszélyes volt ott forgatni, úgyhogy ezt megépítettem egy ilyen vízes tartályba. Ez maga az a kép, ami aztán végül bekerült az epizódba. Ez igazából ez az én folyamatom. Ez egy olyan film, ami remélem nem sokára leforgatunk jövőre Magyarországon és Franciaországban. Itt az itteni ilyen tartályt fogunk használni, tankertartályt a stúdióba.
Erre megkészítettem már rajzokat. Ez a medúza bárkája. Hol is van az első? Tehát 2017-ben kezdtem ezen dolgozni. És még mindig nem készült el, nem kezdtük el a gyártást, de ezeket az illusztrációkat készítettem. Ez egy őrültek háza, a végén ez egy festményt készítettem, van egy ilyen bár, kocsma jelenet. Tehát ez az én elképzelésem, milyen legyen, utána elkezdjük keresni a helyszíneket, és akkor van egy stúdióban egy ilyen kis rész, egy ilyen fotó készült róla, egy kicsi kis helyisége a stúdiónak. Aztán arról készítek egy festményt, hogy majd hogy kéne kinézni a végén. Hajón vagyunk. Amikor díszletet tervezek, mondjuk egy olyan ilyen old school filmekre gondolom, mondjuk a Csillagok háborúja, ami ott pontosan tudták, hogy akkor mire van szükség, és csak azt építették meg, és akkor ezért én is kicsit ebben ennek vagyok a híve, hogy storyboardozunk, megrajzolom a storyboardot, mi lesz a hajón azai rész, ahova betör a víz, és akkor ez alapján tudom, hogy csak ennyit kell megépíteni a díszletből. Beszélek a rendezővel. Itt Peter Weber lesz a rendező. Vele beszéltem arról, hogy itt a storyboardon igazából nem látszik az, hogy a többi körülmény a jelenetben. Mondom, hogy persze itt most csak a fő vonala, most az érdekel, hogy mi kell. De aztán kiegészítettem persze rajzokat, hogy több izé legyen rajta, több akció, cselekmény. Megint mik a munkafolyamatom, ez egy ilyen hátsó udvarnak a fotója, utána belerajzolom azt, hogy akkor hogy nézek ki a jelenet, és utána meg megrajzolom az emberek nélkül, hogy nézek ki magad csak a díszlet, a forgatáshoz készített díszlet. Van egy, még egy rövid kis sztori, egy reklámon dolgoztam pár hete, hónapja, és ebédeltünk éppen, és a producer és a rendező ilyen 20-as éveiben, 30-as éveiben lévő gyerekek voltak, és arról beszélgetnek a rendező, azt mondja a producernek, tudod mit? Ismered Ridley Scottot? Ugye a Ridley Scott a 70-es években nagyon sikeres art direktor volt. És erre a producer azt mondja, ez furi. Én azt hittem, hogy Ridley Scott inkább a kreatív oldalról érkezett a szakmába, és ezt halva, tehát ebben a világban élünk. Legalábbis a reklámos világban. Minden egyes bútor le kell fényképezni. Tehát ott igazából egy vízvezetékszerelő vagyok gyakorlatilag. Tehát, hogy az ebédszünetben persze beszélnek arra, hogy te csináltad a reményrabjaid, de hogy igazából összességében nem érdekli őket az a kreatív folyamat, amivel ezeket a díszleteket megcsináljuk. Emlékszem, volt egy online interjú egy újságnak, és azt kérdezte az újságíró, hogy csalódott, vagy szomorú, hogy a látványtervezőket nem ismerik el annyira, amennyire megérdemlik. És ez annyira meglepett, mert igazából nem nagyon érdekel. Csinálom azt, amit csinálok, mert szeretem csinálni, közben jól szórakozom, nem azért, nem a... Mit is mond a lányom mindig? Nem azért, hogy lájkoljatok és feliratkozzatok a csatornámra, nem ebbe a világban élek. És akkor még nagyon gyorsan, hagyj mutassam ezt meg, mint látványtervező. Ez egy videó megint. A 24 forgatása alatt volt egy epizód, aminek nem volt meg, nem tudták nappal leforgatni,
ez John volt éppen az ő epizódja volt, és igazából volt ilyen 3 órás ablak, amiben forgatni kellett, és akkor John azt mondta, hogy jó, akkor azt mondták, hogy legyen az, hogy akkor engedjük meg Josephnek, hogy ő rendezzen meg. Mondtam, hogy jó, igazából csak itt 3 beállításra van szükségem, hogy kitolat a furgon, majd mindjárt látjátok, ahogy megérkezik egy ilyen furgon, és kiugranak belőle emberek. Csak erre van szükségem szerintem. És ez 3 óra alatt simán leforgatjuk. Úgyhogy ezt le-storyboardoztam ezt a szekvenciát, a reggelinen megmutatom neki. És azt mondja, hát ez legalább 16 beállás, 3 órád van. Mondom, hogy ne aggódj, ez a fejemben mind megvan. Csak az a 3 felvételre van szükségem. És addig, ameddig az autó felrobban, és azt visszazuhan a földre, addig akkor az enyém lesz a rendezői szék, és akkor itt van az, hogy Kiefer Sutherland aztán visszaér a CTU-ba, és akkor onnan a központba, és akkor onnan kinéz, de hogy, és akkor aztán tényleg 3 óra alatt ezt leforgattuk, ezt a jelenetet. Elég rossz minőségű YouTube-on sajnos, de van-e kérdés? Nincsenek kérdések. Sajnos a tolmács nem hallja a kérdést, hanem mikrofonba hangzik el. Nem volt nagy külön utánfényed és színkorrekció. Tudom, hogy bizonyos színeket végül nem használunk, előre tudom már, de attól is a 24-ben, hogyha arról beszélünk, ott pontosan tudom, hogy hogy fogjuk felvenni, milyen filmre forgatunk, azt is tudom, hogy ha ilyen színre festem meg a tervet, akkor az hogy fog, tényleg úgy fog kinézni. Tehát nem kell utólag megtrükközni a színeket. Tehát nincs színkorrekció, külön színezés. Ezt a kérdést sem hallja sajnos a tolmács, mert nem mikrofon hangzik el. Tehát illusztrációkat készítek, ez mindig egy ilyen csata az én világomban. Ugye én vagyok a látványtervező, én tervezem meg ezt a sorozatot, már hónapokat, éveket dolgoztam ezzel a rendezővel, már tudja, ez már igazából tényleg az én vizuális elképzelésem már, és a hétnővérben is látszik ez. Tehát amikor az operatőr, tehát igazából, amit a 24-ben, amikor én előkészítem abban a 2 hétben az adott forgatási szakasz, akkor nincs ott az operatőr, mert ő éppen forgat valahol, de tudja, hogy mi a vizuális világa, igazából ő már abszolút is tudja, hogy mivel áll szemben. Tehát amikor megnyitom a díszletet, mindig általában én egy is
kinyitom, vagy általában megnyitom a kapukat, aztán utána el is megyek onnan. Mert utána aztán már ők is tudják, én már megalkottam a kereteket, és aztán utána a többi az már az operatőr és a rendező dolga. Tehát én a látványtervező vagyok, én terveztem a rendezővel együtt, terveztük a filmet. Még sose voltam olyan filmen, amikor az operatőr is be lett volna vonva ebbe a folyamatba. Voltam már olyan filmben, amikor az operatőr aztán teljesen más csinált végül. Volt egy ilyen forgatás, ahol egy ilyen bárban, egy ilyen kocsmában volt egy ilyen fal, és akkor abból kivágtam egy darabot, mert nem lehetett elhúzni, de mert és ilyen fényeket építettem be a falba, és egy rá festettem utána ilyen falfestményeket, fekete-fehérrel, tehát nem egy ilyen sima fal volt, nagyon szép felület volt, és a forgatás reggel én látom, hogy az operatőr fényeket tett a tetejére, ami mindenféle mintákat tett a falra, és akkor kérdeztem, ezt most miért csinálja? Ez eleve nem egy sima fehér fal, amire vetíteni kell. De aztán ő azt mondta, hogy na, én vagyok az operatőr, úgyhogy ez sem. És hát miért csináltam? Egy szép fal, és le akarta húgyozni. Igazából ez az körbe akarta pisilni. Én vagyok az operatőr, úgyhogy a film látványát én határozom meg. Azt mondtam, hogy jó, hát tudod mit? Persze, én megterveztem, megcsináltam az én részemet, és akkor tessék itt a kulcsa a díszletnek, én most akkor elmegyek innen. Még kérdés? Sajnos a tolmács nem hallja a kérdést. Tehát mi történik a díszlettel, amikor vége az epizód forgatásnak? Mármint amikor a film vagy tévé? Általában egy film... Nél azt általában igazából leszokták bontani, kivéve, hogyha Romániában vagyunk, és akkor fölhív a rendező, hogy emlékszel arra a házra, amit építettél, nem tudom, melyik filmben? Na, az most benne van egy másik filmben. De ugye a tévésorozatoknál ugye volt 7 évadot csináltam, és aztán az utolsó évadot azt csinálta, aki a pilotot tervezte. Én azért mentem el a sorozattól akkor, mert second unitba voltam. Igazából akartam 2 epizódot rendezni, akik azt viszont azt nem engedték végül, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor azt mondtam, hogy vagy rendezek 2 epizódot, vagy itt hagyom a produkciót, és aztán végül ez azt hittek, hogy blöffölök, de nem. És akkor aztán végül... Aztán volt a Need for Speed Undercover film, és akkor abba bedolgoztam. Ezt miért is kezdtem el mondani? Elfelejtettem. A sztrájkkal kapcsolatban, ugye ameddig akkor a sztrájk volt, akkor megint akkor ugye leállt a forgatás, és megint itt Nilo jött elő, aki dolgozott egy videójátékban, és akkor ezért kezdtem el ott dolgozni, ameddig a sztrájk ment. De aztán végre lett a sztrájknak, és akkor azt mondtam, hogy hát nem tudok most visszajönni, mert éppen most éppen egy másik dolgot rendezek, és akkor a producer igazából megkérdezte, hogy nem most akkor egy videójátékot akarsz rendezni, vagy maradsz a 24-ben. Mondom, hogy hát most nem hagyhatom cserben ezeket az embereket, még féntekig ezt végigcsinálom, és akkor aztán utána jövök a 24-ben. Igazából ez erre azt mondta, hogy ja, hát akkor viszont valami más megoldást kell találnunk. Tehát pedig tényleg pénteken ott hagytam volna őket, hogyha mármint a videójátéknak a rendezését, de hát azt megígértem, hogy ezt megcsinálom, nem, tényleg nem akartam őket cserben hagyni. Egy csomó pénzt is fizettek érte.
Valószínűleg többet abban a hónapban, mint az egész évben, amit kerestem a 24-jel. De leginkább azért volt, mert hogy azért, hogyha egy hetet kellett volna távol lennem a forgatásról. Na mindegy, szóval vissza a kérdése, mi történik a díszletekkel. A látványtervező, aki visszament a 8. évadra, mindent lezúzott a földig. Tényleg ez megint csak az ego az, ami itt egyszer csak belépett, és akkor megláttam, akkor lehet. Tehát tényleg ott fölépítettem a kis saját világomat oda, és aztán ő ezt földeltette egyenlővé. Én nem szoktam, én általában szeretem újra hasznosítani ezeket a dolgokat. Van egy olyan jelenet, amelyikről lehet, hogy nem beszéltem elég részletesen. Egy ilyen irodaépület, aminek földszintet használjuk, de a tetején is voltak ilyen raktárépületek, amiknek igazából kiütöttük az ablakait azért, hogy oda más dolgokat tegyünk be. Most nem találom ezt a képet. Mivel az a saját épületem volt, ezért tudtam ilyen háttér paneleket föllógatni, és én hozzámertem nyúlni jobban ahhoz az épülethez, amit most nem találok. Tehát általában én megtartom azért ezeket a díszleteket, mert még ki tudja, mire használom fel. De aztán például volt egy olyan látványtervező a Star Trek-en, hogy rengeteg dolgot lopott el tőlem. Például a Paramount Studio-ból forgatták a Hunt for Red October című filmet, és mindent kidobáltak, amit én csináltam egy korábbi, amit korábban ott forgattak, és igazából megláttam a kukákba ezeket, és ezeket mind kivettem, és aztán újra hasznosítottam az egyik epizódba. És amikor a film kijött, valamilyen újságíró erre tett is egy megjegyzést, hogy a Hunt for October nagyon sokban emlékeztetett egy Star Trek Next Generation epizódra. És viszont, mert hogy az előbb jött ki a Star Trek epizód, mint a film kijött volna, és ezért úgy tűnt, mint hogy pedig én használtam fel a filmnek a díszleteit, amit kidobtak, tehát hogy ez csak azért, hogy akkor lehet, hogy néha érdemes elpusztítani dolgokat, hogyha az ember nem akarja, hogy más felhasználja. De mondom, a romániai filmstúdiók egész ilyen kastélyokat megtartanak. Van, akik azért mennek oda forgatni, mert tudják, hogy van egy felépített kastély már. De van, akinek csak egy tök kicsi részt adnak egy stúdióba, és akkor ott mindent, amit felépítenek, azt utána le kell rombolni, hogy a következő dolgot is fel tudják ugyanoda építeni. Ami az ott a vizes rész, ott az elnöki nyaralóban. Ott tényleg ott az egyik az a CTU központ volt, és aztán a másik felét kellett átalakítani. Nem tudom, hogy hány méter volt, de hogy... Tehát egy tök nagy stúdiója díszlet volt. Még kérdés? Ezt megint sajnos nem hallja a tolmács, mert nem mikrofonban hangzik el. Az a kérdés, hogy ki volt a jelmez tervező a Dracula filmben, és hogy az ő tervei mennyire befolyásolták a látványtervet, ez igazából... Tehát, hogy igen, amúgy a látványtervezőnek mindent felül kéne vizsgálnia, felügyelnie kéne. Anthony Powell a Hulkba a jelmeztervező, aki aztán kapott is ezért díjakat, ő mind folyamatosan bejárt az Art Departmentbe, mindig nézte, hogy miket tervezünk, és azt mondta, hogy ú, de gyönyörű, nem is tudom, hogy tudok olyan jelmezeket tervezni, ami kiegészíti ezeket a gyönyörű díszleteket, tehát hogy ez Anthony Powell volt. Tehát a Dracula film esetében az első forgatási napon
Jacob oda megy a díszletbe, és azt mondja, hogy és azt mondta, hogy ez a díszlet nem fog működni az ő jelmezeivel. Ha én valaha saját magamról írok könyvet, akkor légy szíves, lőjetek le. Tehát ugye az Eco Oneco című könyv, a saját magáról írta, azért azt hiszem, hogy az, ha valaki ennyire a saját seggébe van, az nem jó. Tehát a látványtervező alá tartozik a jelmeztervező. Tehát nem volt igazából együtt jó kollaboráció, együttműködés, de szerintem ő nem is akart. De aztán persze ez a személyes véleményem. Tehát a Dracula páncél az egyik, egy ilyen homár páncél volt. Tehát, hogy nem mindegy, de persze a művészet a szubjektív. Én lehet, hogy most akkor mindenki megvan rökönyödve, vagy ilyeneket mondok róla, de és közben meg itt ilyen ódákat zengelek Nilóról. Tehát a művészet szubjektív, amikor valaki szabad kezet kap, tehát amikor azt mondja a rendező, hogy te vagy az én látványtervezőm, azt csinálsz, amit akarsz. Akkor az ember a saját vízióját akarja megvalósítani. Nem tudom, hogy lehet-e még Laura Ashley tapétát kapni. Amit Peter Webberrel is majd csinálunk, az is egy kosztümös film, ott nem fogok nyilván... Ott nem, nincs nagy játékterem, az egy kosztümös film, ott komolyabb, ott nem egy fikciós, ilyen fantázia James Bond-szerű filmet csinálok, hanem ebbe a filmbe is, ez a Hét nővérbe is. Most láttam először nagy képernyőn, széles vásznon, moziba. Nem tudtam, hogy... Tehát ott ugye igazából annyi iszonyatosan kellett gürizni, hogy kész legyenek a díszletek, de Nino azt mondja, hogy van egy, Nilo azt mondja, hogy van egyfajta látványom, egy ilyen saját stílusom, de Peter Webber is látta ezt a filmet, a Hét nővért, és azt mondta Raffaellának, én szeretném, ha ő dolgozna, az a címe, hogy The Raft of the Medusa, ez lesz a címe, majd annak a filmnek, és tehát egy közül meg ez azért még ő se csinált soha ilyen, amikor mondták neki, hogy de hát Joseph nem csinált még soha ilyen kosztümös történelmi filmet, azt mondta, hogy nem baj, hát látom, hogy jó látványtervező, úgyhogy akkor végülis mindegy, hogy éppen mi a téma, de akkor, ha tehetséges, akkor megcsinálja, amit szeretné. John Cazar, amikor a 24-et befejezte, csinált más pilotokat, és mondta, hogy a production design, vagy a látványtervező, akikkel az újak, akikkel dolgozom, akkor ők lerajzolják, megmutatom, jóvá hagyom, megépítik, és amikor oda megyek a díszletbe, akkor mégsem ugyanaz. Ez veled sose volt. Amikor te megrajzoltál valamit, és megépítettél utána, olyan volt, hogyha a rajzba léptem volna bele. Azért kellett lerajzolnom, hogy megértse a producer, hogy mire gondolok. A John már idő után már értette, hogy miről beszélek. És ugye olyan világban élünk, hogy mindig ugyanazokat a dolgokat csinálják meg a filmekben, nagyon jó a konceptár, tök jó, de aztán talán túl drága megcsinálni, és akkor az egészet lebutítjuk. Én ezért szeretem a saját utamat járni. És hát egy látványtervező vagyok, a látványt tervezem meg, a produkció látványát. Együttműködöm persze a stáb többi tagjával, de azért megtervezem, és még pénzt is tudok spórolni a produkciónak. Mint a parkolóval is.
Mint a tetővel is, ugye azt mondtam, hogy építsük meg az ugrós jelenetet. Tényleg hónapokig keresték a megfelelő helyszínt, és aztán nem találtak olyan tetőt, és én viszont megépítettem. Más kérdés. Ezt a kérdést se hallja a tolmács. Valamit nem fejeztem be? Ja, a jazz filmes film. Vagy a jazzzenés film, hogy annak a történetnek mi lett a vége? Már nem emlékszem. Már nem tudom, mit mondtam. Melyik kép? Azt megígértem magamnak, hogy soha nem fogok annak a látványtervezőnek dolgozni. Akkor az első art direktori feladatom volt. És volt az, volt egy film, a Choked, vagy nem, de nem is, ami volt a címe. Egy New York-i lakásba játszott, azt mondtam, hogy ez nem is lesz nehéz. Ha valaki... Akkor kell egy ilyen embert felbérelni, hogyha az ember felújítja a lakását. Miért kéne márvány, padló, amikor nem is fog látszódni. Tehát az nem volt egy jó látványtervező. Amikor azt mondták, hogy hagyjam abba, vagy álljak le az építéssel, a díszletépítéssel? Mi a jazz klub? Tehát az látványtervező adott egy színes ceruzás rajzot, és valami ezüst izé volt a sarokban. És bármit rajzoltunk, azt mondta, nem, ez itt egy légkondi. Annyira control freak volt az a látványtervező, azt a... Tehát Los Angeles-be kellett megépíteni a homlokzatot, amit aztán átszállítottuk New Yorkba, és aztán ott tettük fel magára az épületre. Pár évvel később, egy évvel később nézem a Scorsese filmet, és ott van az a jazz klub, ami mi terveztünk, hogy ez hogy lehetett, amikor megsemmisítették ezt a díszletet? Azt mondom, hogy kell Love Scorsese filmbe? Mert New Yorkba forgatott a konkrét igazi jazz klubnál ugyanazt, amit lemásolt a látványtervező, majd legyártatott Los Angelesbe, majd visszaszállított New Yorkba, és erről nem szólt semmit. Megpróbálta a saját terveként eladni nekünk. Pont ilyenre van szükségem, tehát tökre elpazaroltunk egy csomó pénzt azért, hogy megépítsünk egy díszletet Los Angelesbe, elszállítsuk New Yorkba, leforgassuk. Miközben az egy létező homlokzat volt New Yorkban. Ez a történet? Jó, köszönöm! Thank you.